igazából nem szeretem, nem szeretek így annyira hogy kiadni magam, hogy milyen vagyok. Nyilván akik ismernek, vagy akik jobban ismernek, azok tudják, hogy ilyen vagyok. Ez a telefonom. 2007 óta megvan, és nem tudom, hogy miért vagyok ilyen, de szeretem az olyan dolgokat, ami, ami másnak nincs, vagy kevés embernek van, és akkor fociztam, akkor a cipőbe is volt egy ilyen, autóba is van egy ilyen, ez a telefon is, ilyen nagyon szeretem, egyébként egy buta telefon, tehát hogy igazából csak hívni tudok, meg üzenetet se tudok, mert olyan macerás vele üzenetet küldeni, vagy például nem mentem el benne a számokat, mert olyan nehéz elmenteni, és akkor mindünk hívnak, akkor mondom, igen, tessék, kivel beszélek, hát nem, nem tudok, kivel beszélsz, Robi, nem mentetted el a szám. Hát mondom, figyelj, ne haragudj, nem, mert macerás ezen a telefonon így beírni, mert nincsenek rajta egyébként gombok. De, de én nagyon szeretem, és nem akarok másik telefont használni. Igaz, van egy másik telefonom, amiben csak egy ilyen internetkártya van, hogy az ilyen közösségi oldalakat tudjam nézni, de szóval ez a kis telefonom, és ezt nem akarom lecserélni. Még óvodába jártam, amikor megkaptam az első focicipőm, egy, egy Tisza cipő volt, fekete talpa, mert volt, akinek fehér talpú volt, és akkor robi is már abban mentem, és ott játszottunk. Aztán mindig ott lementünk a pályára, ott a helyi pályára, hol a nagy pályára, hol a kis pályára, és valamikor téglákra, vagy leraktunk két pólót, és az volt a kapu, és arra játszottunk, de, de mindig fociztunk, és amikor leigazoltak ott a falusi csapat, úgy hiszem, akkor megyekettes volt, de úgy hiszem, akkor úgy, úgy, hívták, hogy járási, járási, egy volt, és az ifibe, akkor hatodikas voltam, 12 éves. Igaz, előttem már én már beálltam játszani a, a felnőttek közé is, mert akkor így vegyesen volt az edzés, nem külön az ifinek és külön a felnőttnek. És már ötödikes koromban voltam olyan szerencsés, hogy a többi velem egykorú vagy egy-két éve fiatalabb vagy idősebb gyerek közül, nekem megengedték az idősebbek, hogy velük játszhatok, és akkor a hatodik -os osztályos koromtól meg már rendesen velük is edzhettem. Amikor ott voltam 17 évesen, akkor láttam, hogy az akkori felnőtt csapat edzője, aki még egyébként, amikor kiárt az ifi akkor még nem volt a felnőtt csapat edzője, Bőzsön Jánosnak hívják, ő látott több meccsünket, és amikor ezt meghallotta, hogy oda jön a kaposfőnek a, az elnöke, hogy le akarnak igazolni, akkor hát, oda jött hozzám, én még soha nem beszéltem vele, csak köszöntem neki, hogy azonnal, hát úgy hiszem így mondtak, egyébként egy nagyon rendes ember, de ha jól emlékszem, talán így mondta, hogy azonnal akarod hogy vissza az öltözőbe, de nem százszázalékosan emlékszem. Tehát ilyen kemény szavakkal mondta, de hála Isten, hogy ezt mondta. Szóval, és úgy Emlékszem, visszamentem az öltözőbe, leültem, és gondolkoztam, hogy hát most igazából hogy miért szól bele. Tehát, hogy a felnőtt csapat edzője, hogy nem értettem. És utólag megértettem. Engem nem az motivált, hogy most írjanak rólam, meg hogy én legyek ott a reflektorfénybe. De hát az a gólszerzésnek a, az öröme, az, az tényleg, az nem is tudom, nem lett is szavakba foglalni, hogy az milyen érzés, milyen fele, felemelő érzés. amikor az, legalábbis nekem az volt. Tehát én nagyon-nagyon tudtam örülni a, a, a góljaimnak, és féltem is, hogy amikor befejezem a pályafutásomat, hogy hogy igazából azt az érzést, az, az mi tudja pótolni, aztán így edzőként, amikor a csapat gólt rúg, akkor valami hasonlót érzek, de amikor én rúgtam a gólt, az, az nagyon erős volt, hogy a gólszerzés, igen, a játék szeretete, ez, ez, motivált, és hogy már gyerekkoromban is voltak célok, amit így cél, vagy inkább akkor még álom, inkább úgy mondanám, hogy álom, hogy, hogy szerettem volna elérni, és akkor azért csináltam, hogy az álom valóra váljon. Nagyon ritkán iszok alkoholt, talán a, az egy kezemen meg Tudom számon, hogy hányszor voltam berúgva, és az is inkább így fiatal fiatalkoromba, családból, anyukám se, ővérem se, így nem fogyaszt. Így az apukám, ő sajnos már nem él, ő fogyasztott alkoholt, és én nekem ez nem nagyon tetszett akkor, hangot is adtam neki. Most meg azt mondom, hogy bár velünk lenne az öreg, és még azt is elviselném, hogyha ha megissza azt a sört, vagy azt a fröccsöt, de ő ilyen ember volt, egy nagyon-nagyon jó ember volt, és rengeteget melózott, és nagyon precízen dolgozott, tehát nagyon jó volt a munkájába, és a munka közben megitta a magáét. Ami nekem nem tetszett, és ez is benne volt, hogy, hogy én nem fogok inni. Plusz még nem is szerettem, úgyhogy Szerintem közreátszik, az is azt szokták mondani, hogy most így rám néznek 46 évesen, hogy olyan fiatalabbnak nézek ki. Aztán lehet, hogy nem mondanak igazat csak bókónak, de lehet, hogy van köze ahhoz, hogy én nem fogyasztottam alkoholt, és így talán fiatalosabb így az arcom. Apám nagyon szigorú volt hozzám gyerekkoromban, és nyilván akkor fiatalként ezt másképp éltem meg. Anyukámmal volt a szorosabb kapcsolat, de az apuval se volt rossz kapcsolatom, tehát, de őt mindig tartottam, mert, szigorú volt velem, meg féltem is tőle valamikor így volt, hogy eljártak a keze, de hozzáteszem, én annyira rossz gyerek voltam. Tehát én az óvodától elkezdve a iskolái, a középiskola, tehát én voltam a legrosszabb gyerek, és hát hozzáteszem, hogy hogy jogga, tehát, hogy, és örülök neki. Tehát most már azt mondom, hogy hála az Istennek, hogy, hogy apám úgy kezelt abba az időbe, mert hogyha nem úgy kezelt volna, akkor lehet, hogy most nem mit tűnék, hanem lehet, hogy egy széken, csak mondjuk lehet, hogy börtönbe. Tehát, hogy rossz gyerek voltam, de tényleg, szóval valahogy vonzotta csintevés, és így most azt mondom így utólag, hogy köszönöm apámnak, hogy, hogy szigorúan fogott. Egyébként meg, amikor már elmúltam így 30, és kijött a meccsémre, hogy nagyon-nagyon büszke volt rám. És mondták az emberek is, hogy apád annyira büszke rád, Robi, hogy nézi a meccseket, és tudom, hogy ott lenne a lelátom most is, hogy edző vagyok, és ugyanúgy látnám rajta ezt a büszkeséget, sőt, szerintem még nagyobbat, hogy a foci után egy edzőként dolgozok. Egyébként olyan egy hálás ember volt, hogy itt van a tekintet előttem. Már beteg volt, már rákba halt meg, és próbáltam neki, én nem volt külföldön, elvittem tengerpartra, hogy amit tudok hogy megadni neki. ez vettem neki egy biciklit, egy mini bicikli, tehát a, a mini márka, a mini Coopernek a kiadtak egy biciklit, és azt megvettem neki. És annyira örült neki, amikor mentem vissza Ausztriába, hogy átölelt, és mondta, hogy így könnyes lett egy kicsit a szeme. Mondta, köszönöm, fiam. Sajnálom, hogy most annyi mindent mondanék neki, meg annyi mindent másképp csinálnék. És anyukám föl is hívta rá a figyelmet akkor, hogy fiam, meglátod, hogy, hogy amikor apád majd nem lesz. De akkor úgy volt, hogy az nekem olyan lehetetlen volt. Tehát, hogy nem is gondoltam bele, hogy mi lesz, akkor apu egyszer nem lesz, mert az élet megy a maga útján, és hogy, de hát ott van a halál. És amikor elvesztettük, akkor nyilván senkinek se könnyű, de azt bánom, hogy, hogy valahogy én egyébként egy ilyen érzelmes ember vagyok, és sokszok sokszor is mondom a, a, az érzelmeimet, de neki úgy, úgy nem tudtam valahogy úgy, úgy, kimondani, pedig, pedig ki kellett volna. Elmeséltem ami az öltözőben, hogy Nálunk abban az időben, hogyha három hónappal tartoztak, akkor az igazából az úgy rendbe volt. Hogyha már átcsúszott négybe, akkor már elkezdtünk egy kicsit kaparozni, hogy hú, most már baj van, mert most már négy hónap. És igazából én azt vettem észre sok játékoson, hogy amikor ezeket meséltem, hogy nem értették. Tehát, hogy nem fogták főszinte, hogy az, az milyen volt, hogy hónapokig az ember nem kapott fizetést, és vagy akár a pályáknál, hogy tényleg mi játszhatunk ezeken a salakos pályán, vagy amikor pont úgy volt, hogy volt a egy ilyen földes pálya, és akkor leszórták fűrészporral, és akkor, a, amikor tél volt, megfagyott, és akkor fújt a szél, az bele a fűrészporta szembe, és nagyon kopogott, és azon elesni nem volt egy kellemes érzés. Egyébként most így, utólag összehasonlítva a mostanit, hogy tényleg mennyivel jobban mostaniaknak, de nekünk akkor az én nem nyafogtam azért, mert olyan pályán kezd. Én jól éreztem akkor is azok között, a körülmények között magam, és amikor jött már a műfő, olyan műfő volt, hogy tehát mintha egy betorra le lett volna egy szőnyeg terítve. De én soha nem éreztem azt, hogy, hogy fáj a vádlém, a derekam, vagy ez meg az, nem is nyafogtam ez miatt, hogy Sőt, szerettem is a műfűvön edzeni, mert hogy, hogy egyenletes volt legalább a talaj, és hogy nem pattogott el mondjuk a, mind a megfagyott földön, mert ott azért elpattogott a, a, a labda. És a, a mostani játékosok majd, hogy olyan műfűvek vannak, hogy szenzációs, de tényleg nagyon jó minőségű, és mondják, hogy fáj a vád, a derekam, hogy nem menjünk a műfűre, de hát mondom, figyelj, most ha rámegyünk a rendes fűre, akkor majd egész tavasszal azt nyögjük, hogy elrontjuk a pályát, és majd akkor nem tudunk jó pályán edzeni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valamilyen szinten talán még a mostani játékosok, hogy mivel nem voltak benne abba, ezért nem tudják értékelni a mostani jót. De ők tényleg nagyon jó körülmények között dolgozhatnak, úgyhogy. De nyilván akkor tudnának ezt értékelni, igazán hogyha megtapasztalták volna a másik oldalt, hogy milyen volt régebben. Úgy volt, hogy maradok Újpesten, és akkor akkori edzővel megbeszéltük, hogy hiszen pénteken beszéltünk, hogy van egy ajánlatom külföldről, és hétfőre eldől, hogy, hogy összejön-e vagy nem, és 9, óra, órába állapodtunk meg, hogy választadok. És én nem szeretek késni, egy másodpercet se, és ez bennem marad gyerekkorom óta, és emlékszem, hívott a menedzseremet, hogy fie, mondjátok meg, nekem 9 óra előtt föl kell hívnom az edzőt és választ adni, de hogy most hívjuk a másik menedzsert, és hogy megkapjuk a választ, hogy legyek türelmes, de mondom, de kilenc óra, és Hát most ebből lett 9 óra 15, vagy 9 óra 10, nem tudom, 10 percet késtem, de nem miattam, hanem a menedzser miatt, hogy mondja már meg a, a, választ, hogy igen vagy nem. És akkor felhívtam az edzőt, hogy akkor úgy döntöttem, hogy maradnék, és mondta, hogy most már nem, mert, mert nem 9-kor hívtál, és így el kellett mennem. És jött az Alágerszeg, ami igazából, euh, amikor beléptem a kocsival, a, a városba, akkor nem úgy nézett ki, mint most. Tehát igazából lehet azt mondani, hogy nem volt ott akkor még semmi, nem volt kiépítve úgy Zalaegerszeg, és így Pest után így mentem oda. Ú, mondom Istenem, hogy hova jöttem. Ez volt így az első gondolat, hogy még Kaposvárius ugye akkor fejlettebbnek tűnt, de hogy az volt bennem, hogy nem baj, ott lesz a rótferi barátom, ővel együtt játszottam a, a vidibe, és hogy majd az jó lesz, és igazából eltelt két hét, és annyira otthon éreztem magam, tehát, hogy amitől féltem, tehát nem is tudom elmondani, hogy így, tehát, hogy minden klapolt. Hogy igazából nem is az volt a fontos, hogy hogy néz ki a város, hanem ott annyira be, hát, hazudnék, ha azt mondom, hogy, hogy először befogadtak az emberek, mert a, az első évem az nem volt olyan könnyű. Pedig rúgtam 14 gólt, és nem, 13 gólt rúgtam, 13 gólt rúgtam, és 14 gól pasztattam. Tehát jó szerepeltem. A csapatba én a legtöbb gólt, de mégis a szurkolók valahogy nem, nem, fogadtak el. Sokszor volt, úgy, hogy nálam volt a labda, és fütyültek. Meg volt télen egy szurkolói ankét, hogy kritizálta az egyik szurkoló, hogy miért nem csinálunk egy Valtner egy FC-t, mert hogy én nem passzolok másoknak, és ezen csodálkoztam, és nem éreztem jogosnak a kritikát, mert a 14 gólpasszom is jelezte, hogy, hogy nem voltam önző, meg soha nem tartottam magam játékosnak, hogy nem passzolnék a másiknak, és az az érdekes, hogy utána ez megváltozott, mert a következő évben meg fél szezonban, decemberben megválasztottak a, a szurkolók a legjobb játékosnak. És éreztem is a szeretetüket, tehát, hogy nagyon-nagyon támogattak, és szerintem itt sikerült kivívni a, a szurkolók előtt így a, a játékommal, vagy, vagy, nem is a játékommal, szerintem csak, nem csak a játékommal, hanem inkább a, amit képviseltem szemlélet, a küzdeni akarás, a mentalitásommal így kivívtam a szeretetüket. Nekem nem volt ö, soha, hogy egy csapatér úgy, úgy kimondottan szurkolni, aztán így a kedvenc csapat úgy lett, hogy oda kerültem Zalaegerszegre, és ö, hát máig meg is mindig szívesen gondolok azokra az időkre, és mindig szívesen megyek oda-vissza, a, így az ete lett a kedvenc csapatom, de addig nem volt. De az ete is azért lett, mert amit ott átéltem, akár játékosként, és még hogyha edzőként nem is volt olyan hosszú idő, csak egy év, de az felejthetetlen volt, úgyhogy erre mindig szívesen gondolok vissza. Feleségem is Zalaegerszegi, úgyhogy az Zalaegerszeg az mindig egy, egy különleges Helyet fog elfoglalni a szívembe. Én elég komolytalan voltam az öltözőbe, hozzáteszem, meg úgy az életbe, a pályán nem. Tehát ott komoly voltam, amikor edzés volt, vagy meccs volt, akkor ott nagyon elszánt voltam, és komoly. Viszont az edzés előtt, meg a edzés után nekem mindig az járt a fejembe, hogy hogyan tudok bohockodni, megtréfálni a másikat, hogyan tudok az öltözőbe jó hangulatot teremteni, hogy megnevettetni a játékostársat, vagy a, az edzőt, vagy a szertárost, a masszört, tehát hogy mindig ezek jártak a fejembe, és ez ilyen napi szinten volt, hogy a papus leragasztástól elkezdve sok mindent kitaláltam, amikor kim voltam Ausztriába, nem beszéltem egyetalán németül, aztán utána azért tanulgattam, és azért rám ragadt, de mindig megfigyeltem, hogy a csapatkapitány soha nem törölközött meg a fürdés után, hanem ő a hajszárítóhoz, és mindig avval megszárította a testét, a vizet, mert hogy akkor jobb az a bőrének. Én észrevettem ezt, és vettem a boltba egy hintőport, és beleszórtam a hajszárítóba, és ő ugyanúgy ment, mint minden nap is, a vizes bőrére ráfújta a tiszta fehérlet. Nagy nevetés, és persze ő ideges volt, de egyből kiabálta, hogy Robi, hogy már megint te. Szóval én ilyenek jártak a fejembe, persze voltak durvábbak is, meg kevésbé, de igazából ilyen hangulatember, vagy a hangulatért felelős ember voltam, és amikor edző lettem, hát meg kellett, hogy változzak. Persze szoktam egy pár poént elnyomni edző, edző, edzőként is, de most már azért 46 évesen úgy, hogy van egy 10 és egy 12 éves gyerekem, egy kisfiam és egy kislányom van. Nyilván az ember másképp viselkedik ennyi idősen, mint fiatalabban, úgyhogy azért sokat komolyodtam, és edzőként azért komolynak is kell lenni. Persze azért lehet viccelődni, de teljesen más, mint amikor játékos voltam. Amikor beszélünk olyan, mint ha tegnap beszéltünk volna, tehát ilyen kapcsolatban vagyok a Bélával, nem irigykedek rá a góra, bár hozzáteszem, hogy mondtam neki akkor, mondom, a gólt nekem köszönheted, mert hogyha nem megyek el, akkor azt a gólt éruktam volna, akkor tényleg ezt is gondoltam. De aztán lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem is játszottam volna. De valószínű, hogy az igen, mert azért kezdő játékos voltam. ennek így kellett alakulnia, megérdemli a Béla azt a gólt. Sajnálom, hogy azon a meccsen nem játszottam. viszont ha választási lehetőségem lenne, hogy, mert én akkor kimentem Argentinába a Boca Juniorshoz, ha választási lehetőségem lenne, hogy inkább maradni és játszani azon a meccsen, vagy inkább kimenni Boka akkor az utóbbit választanám, mert az egy évre szólt, az meg kétszer 90 perc, egy nagy élmény lett volna. Én emlékszem, hogy, hogy milyen az élet. Megyek ki, hogy utazok ki Buenos Airesbe, mert kim voltam két hetet, és utána haza kellett jönnöm, összepakolni a cuccaimat és megint kimenni, és nagyon jó viszonyban voltam a az akkori elnökkel, a Langdodó bácsiva. Hát mondom, fölhívom még mielőtt beszállnék a repülőbe, és mondom, Dodóba mennyi a meccs? Még 0-0, és mondom, itt állok az ajtóba, és mondom, most fog beszállni, már szólt a Stuart, hogy rakjam le a telefont, kapcsoljam ki, és az a nagy hangzavar. Akkor rúgták a gólt. De én azért hívtam, mert hogy még van pár perc a meccsből és hogy mégis, hogy mi a meccs. És én hallottam telefonon keresztül azt a gólorömöt, úgyhogy, és mondom, gratulálok Dodobá, puszi, leraktam és beszálltam a gépbe. Mikor kiigazoltam, sajnos nekem nem volt szerencsém. Tehát azt mondom, hogy én végignézve a futását mindig, amikor a, a legnagyobb lehetőség előtte álltam, én mindig akkor sérültem meg. És sajnos ott kín, kín, is a bokámat operálták, amit már előtte itthon is operáltak egyszer, meg utána is még megoperálták. Ennek ellenére azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt. Tehát, hogy mindig azt szoktam mondani az embereknek, hogy így az ember mesél a Argentináról, meg a, a bokáról dolgokat, de hogy ezt így szavakba, mondatokban nem lehet átadni, sőt, most, hogyha megnézel egy Boka meccset a tévébe, nem fogja visszadni azt az érzést, mint hogy ott élőben látod azt az egészet, mert oda ki kell -e utazni, aki nagyon szereti a focit, hogy tényleg össze kell gyűjteni a pénzt, mert Európában, vagy bárhol a világon nem talál olyan hangulatú mérkőzést, mint ott Argentinában, tehát, hogy az egy élete szóló élmény lesz, akár csak egy meccset megnézni, én meg ott lettem egy, egy évig. És velük edzettem több játékos, előtte is, és utána argentin válogatott ott lett, a Bourdiscue, Bondanzéri, a Tevez, és még lehetne sorolni, Clemente Rodriguez. Szóval rendkívüli volt az egész, ami körülvette a klubot, a szurkolóknak azt szeretette, a hangulat, a klub is sokat változott, mert emlékszem, amikor én kimentem, hogy milyen volt az öltöző, ami egyébként nekem tetszett, de most láttam videót róla, tehát teljesen modern lett. Mondjuk akkor is modern volt egyébként maga a klub, mert a klubon belül saját kórház volt, és azért nem sok hely mondhatja el magáról, vagy nem sok klub mondhatja el magáról, hogy saját kórház van a a klubon belül operálhatnak akár sérült játékost. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt ezekkel a játékosokkal, edzőkkel eltölteni azt az egy évet. Oscar ez volt először az edző, mert nagyon jó, nagyon rendes ember. Sajnos menesztették fél szezonban, mert ő mondta, nem, foglalkozott velem sokat. Én csodálkoztam is, hogy igazából miért egy Huszadranki, senki vagyok igazából ott Argentinában, de folyamatosan jött és nézte, hogy mi van a sérülésem, mert tetszett a játékom neki, meg nagyon jó kezdtem az első, másfél hónapom nagyon-nagyon jó volt rúgdos a a gólokat, és hogy hát milyen az élet, hogy ott úgy van a hogy ott már leadják a kezdőcsapatot a hét elején. Tehát, hogy hétfőn már megjelent, hogy játszunk a Sudamerika amerika kupába, meg volt a kezdőcsapat, és én a kezdőben voltam, nagyon örültem neki, pénteken operáltak. Szóval nem volt szerencsém. És jött a Bianchi, a sikeredző Libertadores kupát nyert az év végén a csapat, és előtte már nyertek egyébként vele, megnyert a bajnokságot, tehát, hogy, és a világkupát is megnyerte a Milán ellen, tehát mindent megnyert a Boca Juniors abba a, a, az évbe mindenféleképp egy óriási élmény volt, nagyon sok tapasztalat, még úgy is, hogy csak öt meccset játszottam a B csapatba, de azért azt hozzáteszem, az a B csapat, az nem olyan, mint mondjuk Magyarországon visszajátszol a Tarciba, mert a B csapatba is volt, úgyhogy a Tevezze volt a még párba, és vagy a Gágó is játszott, volt egy 45 fős keret, 16 az első csapatba 16 játékos a második csapatba és a maradék edzet. Na, most mindenki attól rettegett, hogy egyik csapatba se kerül be, mert aki nem került be, azoknak olyan edzés volt mindig utána, hogy hány ingerig. A legkeményebb edzés azoknak volt, akik nem kerültek be. Ezért mindenki hajtott azért, hogy nehogy oda kerüljön, mert olyan gyilkos futások voltak, hogy áh, még visszagondolni is rossz. Úgy utaztam ki, hogy sérült voltam, pedig voltam orvosi vizsgálaton, tehát átvizsgáltak, meg, meg minden, de nem vették észre ezt a cisztát a, a, lábamba. Én akkor szóltam meg Erszegen, igen, a Simon Antinak, hogy, hogy nagyon fáj a lábam és zsibbad, de ő azt hitte, hogy kamuzok. És mondta, hogy nem érdekel, menjek ki és edze. Hát most végig szenvedtem az edzés zsibbadt a lábam, nagyon fájt. Megmutattam a csapatorvosnak, mondta, hogy jegeljen, kenegesen volt a renne, de nem volt ilyen MR vizsgálat, nem csináltak. És hát ez lett belőle. Most igazából még azt is mondhatom, hogy hálás vagyok értem, mert lehet, hogyha megvizsgálnak jobban, akkor már operáltak volna akkor, és akkor nem kerülök ki. Fél futott rajtam a hideg, vagy borsozott a bőröm, hidegrázás. Ahogy volt, hogy elmentem mecsre, és vége volt a meccsnek, már besötétedett, és majd mentem haza, hogy rengeteg ember áll előttem, és fönn a fényképezőgép, meg a kamera, meg világított a kamera, és egyfolytában vakú. Hát mondom, mondom, mi van itt? Hát én nem gondoltam volna, hogy ő az. És akkor megálltam, mert nem tudtam tovább menni. És ott volt egy jeep, és nem tudtam tovább menni, mert az ő autóját ott, és ő beszállt a a vezető oldalra, én meg a másik oldal, tehát hogy igazából közelebb volt hozzá, mint most te, pár méterre volt, és egyből az jutott eszembe, hogy Úristen, ilyen lefagytam, vagy egy döbbenet, hogy mondom, én ezt az embert a 86-ban neki szurkoltam, és hogy most itt látom élőben. Tehát hihetetlen nagy dolog volt, amikor szegény meghalt, hogy Nyilván, mikor van egy ilyen neves játékos, egy ilyen legendás játékos, akkor a, mindig is követtem a történelmet, hogy az ember meggyászolja, de sokan úgy nevezték, hogy a futball istene, ilyen nagy jelzőket, és, és tényleg ő egy ilyen, egy különleges személyisége volt neki, hogy emlékszem, mikor meghalt, hogy tényleg én is úgy, úgy meggyászoltam őt, hogy, hogy sajnos, és ott láttam a előttem, tehát hogy egy, egy, életre szóló élmény volt, hogy, hogy láthattam. A ciprusi kaland Amerika helyett ciprus volt, pedig nagyon akarta az ete, hogy menjek vissza, és én meg még szerettem volna külföldön szerencsét próbálni. Hát igazából minden jó indult, az első meccsemen győztes gólt aztán hát ott abban az időben, vagy nem tudom, hogy most hogy van, de abba az időben az természetes volt kint is, hogy nem fizetnek, hogy csúszik a fizetés. Ezt mondták is a csapattársak, hogy ez, ez itt így megy, hogy ne lepődjek meg, hogy van, aki másfél éves pénzet tartoznak neki. Tehát nekem amikor már első hónapban még megkaptam, azt emlékszem, és utána nem. És én akkor küldtem egy ilyen felszólítást, hogy amennyiben, ha nem fizetnek, akkor a FIFA-hoz fog fordulni. Onnétól már kikerültem a keretből, és amikor a mls keresztül én intéztem az egész ügyemet, amikor egy ilyen hivatalos felszólítást kaptak, akkor kiraktak a keretből. Tehát avva telt el az utolsó három hónapom, hogy odaálltam a játékosok köré, ott volt az edző, Elmondta, hogy mi lesz, és mindig mondta Robert, please. És én mentem külön, és egyedül edzete. Nagyon-nagyon nehéz volt. Hú, tehát egyedül edzeni, és amíg a FIFA hoz egy döntést, ott kellett maradnom. Tehát senkinek nem kívánom soha. Mert ez akár megtörhette volna a pályafutásomat is, mert sok volt az, hogy csapat nélkül kellett edzenem egyedül, szóval meg ezt lelkileg így az egészet így földolgozni, hogy nem csinálhatom azt, amit szeretek. És egyébként ott volt a csapattársam, volt a Timur Kezbaja, aki Newcastle-ben játszott négy évet, közben edzőváltás lett, és ő egyből visszavett a csapathoz. És nem is edzettem egyet se a csapatnál, nem volt egy edzőmeccs, és berakott, és rúgtam két kót, szurkolók kiabálták nevemet, és akkor vége lett a meccsnek, már a játékos kiáróba vagy pörgette a akkor, hogy tulajdonos, nem tudom, a ciprusiaknak van ez a, nem tudom, minek nevezik, vallásosak, és mutatta, hogy menjek be föl az irodájába, azt mondta, soha többet nem játszhatok ebbe a csapatba. Bár elfogadtam volna 22, éves 22 évesen azt az ajánlatot, amit kaptam a Rittől, Sajnos nem fogadtam el, mert szerintem lejátszottam volna Ausztriába tíz évet kint. Biztos vagyok benne. Különleges meccs volt számomra. Szerintem akkor. Mikor rúgtam azt az öt gólt, így zsinó volt, a félidőben már három volt, mester hármas, azt a másodikban még sikerült kettőt rúgnom, és rúgtam 17 méterről ballal egy átlövés gólt, amit szerintem még edzésen se. Szóval nem azt mondom, hogy rossz volt a bal de az közel nem volt olyan, mint a jobb, és nem is nagyon szoktam, hát 16-oson kívül még jobb lábbal se szoktam próbálkozni, nemhogy ballal és szerintem a 126 gólomból úgy hiszem 5 volt 16-oson kívülről, és abból az egyik abból az a ballábos. Tehát ott összejött minden. Egyébként a meccs nem úgy indult. Tehát a nagy Lali, nagyon jóba voltam a, a, a Lajossal, imádtam vele játszani, és mi mindig megöleltük egymást a meccset, mikor kezdődött a meccs, és jött oda a Lali, és akkor Átöleltük egymás sok sikert, és mondja, hogy mi van, kicsi? Hát mondom, fiam, nem érzem jól magam, fáradtnak érzem magam, mert nem tudom, nem, nincs bennem ez a frissesség, de baj, kicsi, majd átesel a holdponton, meglátod, rendben lesz minden. 5. perc, ő kapura, kiütötte a kapus, pont oda elé, és bepasszoltam. Akkor az adott egy ilyen kis önbizalmat, vagy nem is tudom, egy ilyen jobb érzés, jobb feelinget, hogy belemenni tovább meccsre, és akkor utána kaptam egy visszapaszt, azt már jó eltekertem pont a pipába, vagy a, a, köré, akkor már kettő, ha mondom, a kettőt rúgtam, ú, de jó lenne Mester hármas rúgni, akkor lecsíptem egy labdát, letámadtam a védőt, a Jagodics játszott, és a sepper úgy hiszem, a Jagodics után a fiával együtt játszottam pápán, aztán mindig mondtam neki, hogy mondd apádnak, hogy emlékszik a hetestre. Így húztuk a egymást, és akkor második félben jött ez a ballábas lövés, nagyon szép átlövés volt, és a végén még valahogy befordultam a védőmről, az lett az ötödik, és egy ilyen különleges érzés volt, a Imre bácsi volt az edző, a Gelle Imre bácsi, és lecserélt a, nem tudom, talán 10 perc a vége előtt, vagy 5 perc, nem emlékszem már. Emlékszem, még úgy voltam, ám hát mondom, miért cserélt le Imre bácsi, még lehet, hogy egyet rúgtam volna. Jó lett volna, de megtapsolt a közönség, hát ezért, hogy, hogy megtapsoljon. Akkor nem jutott eszembe ez egyébként. Csak egy volt, És akkor nyilván örülött az ember, akkor örültem neki. Tízes osztályzatot kaptam, nem sok játékos kap tízet, tízes osztályzatot, de most nagyobb dolognak tartom, mint, mint akkor, mikor megéltem. És pont a, a halinak. Tehát, hogy az a haladás, az mindig egy ilyen rangadó, olyan, mint a Fradi Újpest, mind a két tábor kitesz magáért, mindenki nagyon várja ezt a mérkőzést, és egyébként nem volt rossz az a hali. Tehát ott játszott az ilésbéla, Béla, Rót Feri és, sokkal, és jó játékosok voltak, de nekünk azon a meccse minden összejött, és ö, ö, a Halinak meg nem. És ez lett belőle, hogy én egy különleges napot fogtam ki. Nem a pályafutásom alatt nem ezen a meccsen játszottam legjobban, de mégis ezen a meccsen rúgtam öt gólt, ami még azt gondolom, hogy még egy megy egyes csapatnál is jó teljesítmény, ez meg az ember 1 be sikerült. Igaz, több kapitány is meghívott, többször voltam ott a keretbe, de pályára csak hatszor lépte meg, volt ilyen B-válogatott, a háromszor, de az olyan kevés. Valaki az egyért is összetenni a, a, a kezét, hogy egyszer válogatott lehessen, de mivel én már voltam egyszer a Bicskei Bercibá meghívott, és hát nyilván akkor akartam több lenni, többszörös lenni. És a teljesítményem alapján egyébként volt rá többször is lehetőség, hogy jogosan meghívott kapjak. Azért általában minden bajnokságban, aki gólkirály, azt meg szokták hívni. Nem egyszer, hanem többször is. Én akkor nagyon-nagyon jól játszottam abban az évben, tehát az eta kezdtük a bajnokságot, 8 meccse, 8 gólt rúgtam, nagyon jó formában voltam, kimentem az arabokhoz, mert közben kölcsön adtak oda, ott rúgtam 10 meccsen hetet, visszamentem az etébe februárba, tehát úgy hiszem, akkor 15 meccs volt egy félszezonban, nem játszottam 7 meccset, és abban a fél szezonban még Rúgtam tízet, tehát gól király lettem, úgyhogy nem is játszottam ősszel az összes meccsen. És tényleg nagyon jó szezonom volt, 21 meccsen rúgtam 18 gólt. Na most hát a Peti nem hívott meg. Most az, hogy miért, talán tőle kéne megkérdezni. Egyébként nem haragszok rá, tehát nyilván rosszul esett, hogy nem kapok meghívót, és a teljesítmény meg közben jó, és írja a sajtó, hogy, hát, hogy miért nem kapok, mert megérdemelném, és aki van, annál jobb vagyok, stb. Akkor volt ez a fiatalítás, hogy fiatal játékosok, meg stb. És akkor azért, vagy Újpesten volt a Peti edzőm, és engem annyira nem favorizált, nem tudom, hogy a múlt miatt volt ez, Mm, igazából mindegy, de az biztos, hogy minimum egy 20 meccsel kéne többnek lenni, mert azért egy év alatt körülbelül van nem tudom hány válogatott meccs, edzőmeccsek, vagy tét meccs, és azért aki gól király, az nem csak egy-két meccset játszik jól, hanem én akkor abban az évben megnyertem a az osztályzatok alapján a legjobb játékos lettem, tehát persze ez is lehet, hogy fölosztályoztak, de nem, tehát akkor tényleg jól játszottam. Volt, amikor rossz voltam, mert volt, hogy megválasztottok a legrosszabbnak is 2005-ben. Ez meg a 2007-2008-as bajnokságban a legjobbnak, tehát két vég lett. Vagy amikor kim voltam Ausztriába, tehát hogy akkor jobb volt az osztrák bajnoksága a magyarnál, mint minden, ahogy, ahogy említettem, és 14 gólt rúgtam, és 7 gólt pasztattam, és egyszer se kaptam meghívót, pedig tényleg szuperú ment a játék. És ezt úgy sajnálom. Tehát, hogy igazából a pályafutásommal úgy amit megálmodtam gyerekként, hogy de jó lenne a Rákócziba játszani. Aztán, amikor az sikerült, hogy hú, de jó lenne az mb 1 be játszani. Mikor már bekerültem a Vidibe, hívjanak meg az olimpiába, akkor azért kéne hajtani, az összejött, akkor de jó lenne felnőtt válogatott lenni, az is meg lehet, hogy kikerülni külföldre, az is meg lehet, és így nyilván az ember többet, meg többet akar, legalábbis én ilyen vagyok. Hogy mindig, amikor kitűztem egy, egy újabb célt, egy újabb álmot, én azt meg szerettem volna valósítani, hogy érte minden. Most ez valamikor sikerült, általában egy nagy részben sikerült, de valamikor nem. Ha belegondolok abba, hogy amikor ezek az álmok, hogy mire gondoltam gyerekként, hogy amikor játszottunk hetedikbe a iskolába, és mondtam, hogy én egyszer a Rákóciba fogok játszani, akkor kinevettek a többiek, de ilyen gúnyosan, hogy persze te a Rákóciba. És akkor ez mindig olyat változ ki belőlem, hogy én csak azért is megmutatom. Vagy amikor bekerültem a Rákóciba, ifibe, eh, edzőm, hát elég csúnyát mondott nekem. Rosszul játszottam egy meccsem. Tényleg rossz voltam. Nem vagyok az a félős típus, de azon a meccsen megmondom őszintén, hogy attól a jobb hátvédtől, úgy hiszem jobb hátvéd volt, de lehet, hogy bal. De jobb, nem, jobb hátvéd volt, ugye egy, egy, egy orosz játszott ott Magyarországra keveredett valahogy nem tudom, a szülei révén, és hát senki nem játszott éles cipőbe, mindenki gumis volt, de ő már akkor mindig élest hordott, pedig kemény volt a pálya. És az akkorákat rugott belém az a gyerek, így páros tábba, hátulról, mikor megkaptam a labdát. Tehát nagyon tehát komolyabb sérülés is lehetett volna, és attól a játékostól féltem. Most egy ilyen ifi meccsen voltunk, nem tudom, 14 évesek, tehát hogy nem úgy vezetik, hogy egyből kiállítják. Nyilván, hogyha van olyan, akkor kiállítják ott is a játékos, de a durva volt nagyon. És többször megrúgott, is nem is ment így a játék, mert már tartottam tőle, és lecserélt az edző, és ültünk a kispadon, ketten, ő az egyik felén, én a másik felén, és mondta, hogy megbántam, hogy behoztalak, te kapos az gyerek. Mm, és még utána történt valami, amit nem akarok elmondani, de akkor úgy lehajtottam a fejemet, és hát nagyon elszégyeltem magam. Egyébként kedveltem azt az edzőt, tehát még föl is néztem rá, meg úgy hálás is voltam neki, hogy, hogy oda vitt csak én nem akartam rosszul játszani. És elszégyedtem magam, hogy nem tudtam segíteni. Viszont ez kiváltott belőlem egy olyat, hogy most csak azért is megmutatom, hogy most mindent beleadok meg, stb. 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 És a bajnokság mellett elkezdődött egy ilyen diákolimpia, egy ilyen bajnokság, mint a BL, nekünk olyan volt, mint a BL, vagy legalábbis nekem olyan volt. És valahol a döntőbe jutásért talán 14-esek, ha jól emlékszem, mint a Pécs ellen talán kikaptunk, és így nem jutottunk be a döntőbe, viszont osztályozva volt ez a bajnokság is, és ott meg megválasztottak a legjobb játékosnak úgyhogy annak örültem. Viszont az a kritika, az még úgy azt mondom, még jó is jött, hogy, hogy adott egy ilyen pluszt, hogy most csak azért is megmutatom, és ez így megmaradt a pályafutásomban utólag is. Mind amikor 2005-ben megválasztottak a, a Sport Plus foci, é, emlékszem, az ő osztályzataik alapján lettem a utolsó, hát nem voltam jó bár azért azt túlzásnak tartom, hogy utolsó lettem, de így alakult. Akkor is ben voltam, hogy csak azért is megmutatom, hogy vissza fogok innét térni, és akkor jött a 2007-2008-as bajnokság, ami, ami első lettem, meg gól király. bár hozzáteszem az előtte, előtte lévő bajnokságba is, már jól ment az a legerszeg a, a játék imádtam ott lenni, két és fél évet voltam ott, és azóta is követem a, 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 videót, mert nagyon szerettem a klubot. nagyon pozitív élményeim vannak. Sajnos akkor nem volt elég erős a keret, ami számomra jó volt olyan szempontból, hogy fiatalként én így tudtam játszani ki tudtam bontakozni, de ebben nagy szerepe volt a, a Mágusnak, aki adott nekem egy, egy olyan pluszt az önbizalmamnak, hogy ki tudta belőlem hozni azt, ami, ami bennem volt, és hitet adott, önbizalmat adott, bátorságot. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy sajnos már nincs közöttünk, mert Biztos, hogy fölhívnám, és, és beszélgetnék vele, akár tanácsot is kérnék tőle, mint edző, meg biztos vagyok benne, hogy, hogy büszke lenne arra, hogy, hogy lát edzőként. Sajnálom, hogy ez nem következett be, de nagyon-nagyon szerettem őt, szóval az, hogy így a NB1-be így elindultam, nagy részbe köszönhetem neki nagyon sokat segített. Nagyon jó ember volt, és jó edző is. Nagyon furcsa, mert igazából nem terveztem. Igazából az élet hozta, hogy akkor már megnyertük, jött az MB2, megnyertük, jött az MB1, és utána már azt is meg kell ténem, hogy kirúgjanak, mondta Gellei hogy Robikám, hogy akkor lesz -e igazi edző, hogyha már ki fognak rúgni, <laughs> hát nevettünk, de aztán tényleg, hogy nyilván nem egy kellemes érzést, amikor az embert elküldik, de hát meg kellett élni. És ilyenkor ezek a, ezek a rosszak is azért az embert megerősítik. Ő tudott, hogy eljön. Mondjuk a Rákóczinál nem is gondoltam bele abba, hogy eljön az az idő, hogy engem el fognak küldeni, mert valahogy azt a olyan volt, mintha az a magamé lenne. Tehát, hogy mint hogyha hazamennék, és mindent úgy óvtam, a pályáról szedtem ki a gazokat, amikor láttam valamit, minden rendben legyen, úgy, úgy, vigyáztam mindenre ott lenne a klubnál, mert mint hogyha tényleg a sajátam lenne, és amikor mondták, hogy, hogy menni kell, akkor tényleg, hogy, hogy most már amit azt éreztem, hogy az enyém, és mindent megteszek érte, az egyik napról a másikra ö, változik. És akkor ment tovább, tehát az embernek is tovább kell lépni ilyenkor, és akkor jön a másik klub, aztán újabb bizonyítás, újabb kihívás, úgyhogy az edzők élete az ilyen. Azóta sok játékos azért tovább tudott fejlődni, gondolk itt az Ádám Martíra, akit fél igazoltunk, és most magyar válogatott led. Amikor vége volt a bajnokságnak, hát ő távozott. Nem tudtam, hogy mit veszítek edzőként, ha ő távozik. Hát, meg is könnyeztem. Ő is. Úgy, nagyon szomorú voltam, mert szerettem, mint játékost, meg mint ö, embert is. Nagyon-nagyon szeretem is, most is. És az, hogy egy ilyen fájdalmas búcsú volt. Én, amikor fölmondtam, akkor negyedik helyen adtam át a csapatot, és volt hátra még nyolc mérkőzés. Így azt gondolom, hogy a akkor ahogy egybe volt az a csapat, meg amilyen kohézió volt, remek hangulat volt a, a játékosok és a szakmai stáb között, a játékosok is egymásért tudtak küzdeni, szépen így, ez így kialakult, tényleg nagyon jó hangulatúak voltak az edzések, az edzés előtt, az edzés után. Szerintem meg sikerült volna szerezni a bajnokság végén is a, a negyediket, de ezt nem tudjuk meg, mert én úgy döntöttem, hogy, hogy hogy távozom, és nagyon nehéz döntés volt, mert az volt az álmom, hogy az ETA edzője lessek, és ott voltam, megkaptam, és mivel az a kedvenc csapatom, imádom a szurkolókat, nagyon tisztelem a városban lévő embereket, ők is tudom, hogy szeretnek, mert rengeteg biztatás, szeretetet, hálával tartozok csak érte, amit kaptam ott a legerszegebb mindenkitől, tehát most is, ha visszamegyek, érzi az embert, tehát úgyhogy le a kalappal előttük, soha nem fogom elfelejteni, amit kaptam ott az emberektől, a klubtól, de sajnos meg kellett hoznom ezt a döntést, és Remélem, hogy leszek még az etedzője. Én hiszek Istenbe, és Isten így akarta. És remélem, hogy a következő csapatom, hogy azért lett így, hogy hogy az a következő csapathoz oda kerüljek, és remélem, hogy ott sikeres fogok lenni.